Egy kezdő fotó számára is élmény a természeti áldása, hiszen olyan szépségeket kaphat lencse végre, melyek tovább lendíthetik őt, és újabb megörökíteni valók felé terelik. Retkes Tamás egészen biztosan nem nevezhető kezdőnek ebben a szakmában, hiszen hosszú évek óta járja az erdőt, abban is elsősorban gebencet, és olyan sikerrel kötött barátságát az ottani élővilággal, hogy az ott készült képek számos nemzetközileg jegyzett természetvédelmi oldalon kaptak már helyet. Amikor nem a természetet járja, a Vosinszki Mód megyei múzeum fotósaként éli mindennapjait, de amint az ideje engedi, beöltözik, hosszú kilométereket gyalogol az erdőben, egy megszokott útvonalon, hogy a témáját megtalálja. Igazából kikapcsolódni megyek oda. Tehát kiszakadni ebből a nyüzsgésből, a városból, a mindennapokból. Egyszerűen, ha nem jutok ki, akkor nem tudok feltöltődni. Feltölt. Tehát szükségem van rá. Kimegyek, csend van, nyugalom van, állatok. A természet és én. Beleolvadok a természetbe is. Feltöltődöm. A természettel nagyon jó a kapcsolatom, mondja mosolyogva, az emberekkel kevésbé. De aki ismeri Tamást, tudja, hogy ezért ez egy kicsit erős. Minden fotós ezzel kezdi egyébként, mindenki természetfotós akar lenni. Úgymond egyszerű fotózni, mert a szépet kell lefotózni, amit meglátsz. Én nem tartom speciálisnak, ezt szerintem bárki tudja fotózni. Aki szereti a természetet, annak könnyebb. Én pont ezért érzem úgy, hogy nekem ez nagyon egyszerű. Én bármit fotózok, a természetességet akarom visszaadni, és ez nem csak a természetben igaz. Akár egy esküvőn, ha fotózok, akár egy tárgyfotó, egy reklámfotó, egy műtárgy, nem szeretek bele nyúlni a képekbe, azt úgy akarom visszaadni, ahogy azt én ott látom. Igyekszem nem megzavarni őket, de ezt, aki természetfotós, az mindenki tudja, hogy ezt így nem lehet kikerülni. Sajnos még mi is megzavarjuk egy kicsit a vadat, de így van, tehát hogy én nem etetem a vadat, nem hívom oda. Én igazából amit látok, azt fotózom. Én nem a beülős fotós vagyok, én a cserkelő, aki megy akár 25 kilométert, és ami elém jön, azt fotózom. Nyilván már ismerem a területet, tudom mikor merre mozognak, azért próbálok úgy mozogni én is. Van, amikor szerencse is kell hozzá, és van, amikor meg nem látok semmit, de akkor is friss levegőn vagyok, feltöltődök, kikapcsolódok. Gebence egy olyan vidék, mondja Retkes Tamás, mely minden természetfotó számára megfelelő terep lehet. Van, aki kilométereket képes utazni azért, hogy a számára megfelelő képet megcsinálja. Nekem, mondja, ez az erdő megad mindent, amire vágyom. Sokat kell kimenni. Hát én pont azért szinte ugyanazokat a köröket róvom le mindig. Van 2-3 hely, ahol megyek egy ilyen 15-25 kilométeres kört, azokat már ismerem. Most mehetnék, meg nyilván fogok majd menni azért más helyekre is, de ezek már megszokottak, ismerem, tudom. És pont azért, mert mindig ugyanoda megyek, ezért előbb-utóbb valamit lát az ember. Nagyon sokáig kijártam, van egy nem olyan régi fotóm, ahol 3 saká van a fotón, és a háttérben meg még 3 szarvas. Tehát, és mindenki mondja, hogy szerencse is kell hozzá, nyilván az is kell, hogy pont akkor, pont ott legyek. De az, amit meg én mondok, hogy sűrűn kell kimenni, és akkor tudom, hogy arra mozognak, szerencse is kell valóban, de ez szerintem nem egy rossz dolog. Tehát ezt mindenki úgy állítja be, hogy jó van, szerencséd van. Hát kell hozzá. Nyilván a fotó nem mindig adja vissza, tehát ezt meg kell élni, és ezeket én őrzem meg, akik közel állnak hozzám, azoknak elmesélem, ha kíváncsiak rá. Tehát igazából végig mehetnénk mind a 30 képen, és mindegyikről biztos, hogy tudnék beszélni. Hogy az éppen mikor, hol, hogyan készült. Nagyon sok természetfotós már fölismeri, hogy na, ezt a bikát tavaly is fotóztam, én nem ismerem fel. Tehát, hogy én szeretem fotózni, kimegyek, fotózom, biztos, hogy van olyan bika, amit tavaly is fotóztam, és föl kéne ismernem. Szégyen, nem szégyen, én nem ismerem fel. Retkes Tamás a kiállításra 2019 óta eltelt idő képeiből válogatott, és végül is 36 kép került a falakra. A szokásoknak megfelelően a tárlat anyaga a kiállítás bezárlásával szétosztásra kerül, a továbbiakban óvodák és orvosi rendelők falát díszíti majd.